Menjünk tovább a szinteken. Következik az ötös szint, a V5, ami ugye úgy alakul ki, hogy még tovább megy a mentális fejlődés, és a kognitív műveletek szintjén, a konkrét műveletek után megszületik egy magasabb rendű fejműködés. Ez pedig a racionális, absztrakt gondolkodás. És ezzel megint egy új korszak nyílik meg, belelépünk a V5-ös világába. Ugye látjátok az ábrán V5 racionális elme, rational mind. Ezzel elérkezünk oda, ami a társadalmunkban ma a kívánt standard. Piaget-i nyelven ezt hívjuk formális műveleteknek, a konkrét műveletek után. Életkor szerint a V5-ös 12 éves kor után van, tehát fölírom megint a kulcsszavakat, és a színe a narancssárga lesz a Wilberi ugye létrán. Megnézzük, hogy tudok-e itt narancssárgát. Jó, látszik a megosztás? Wilberi 5-ös, racionális tudatszint, narancssárga. Racionalitás, logika, absztrakt gondolkodás. Tudomány, mérés, kísérlet, bizonyítás, kombinatórika, van ilyen a matekban, ugye? Kombinált gondolkodás, kombinálás. Szokták mondani, hogy ne kombinálj már, olyan bonyolult vagy, ne kombinálj. Hát de kombinál, mert V5-ösben van. És akkor mindent túlgondolunk, átgondolunk, szétgondolunk. Ugye, tehát a gondolkodás maximumára van járató általában. Lineáris sokság, derítsük ki, hogy mi az oka, miért mondja, miért csinálja. Ez így a kognitív aspektusa. Ugye a világnézete a V5-nek a tudomány. Na most mi van akkor, hogyha a racionális emberek függetlenül kezdenek gondolkozni? Kijönnek a vallásból. Feladják a V4-es szerepeiket, szabályaikat. És nézzük meg ezt a kamaszkort. Babból lehet levezetni, mert ott ez nagyon látványos, hogy az egykori V4-es gyerekünk, aki tette a dolgát az iskolába jobban vagy rosszabbul, attól függ, hogy hogy neveltük meg, ha jól nevelt, akkor jól teszi a dolgát, szépen szerepszabály, de egyszer csak önálló véleménye lesz, ami gyakran arról szól, hogy mi milyen hülyék vagyunk, ugye, és elkezdi megkritizálni a szüleit, megkritizálni a társadalmat, az iskolát, nagy pofájú lesz. Pofa, nagy pofa, ugye az azt jelenti, hogy kritikus, sokat gondolkodik, önálló véleménye van. És ez a lényege a V5-nek, ugye az egyik kvalitás, amit a demokratikus társadalmakban fontosnak tartanak, az a kritikus gondolkodás. És jó esetben már az iskolában, rossz esetben csak az egyetemen, de arra írdom most tanítani az embereket, hogy tudjanak kritikusan gondolkozni. Tudjanak saját véleményt formálni. És ugye az európai történelemben, mit gondoltok, melyik az a fordulat, amikor beköszöntött a V5, és lerázta magáról a kontinens a V4-et, a felvilágosodás. Így van, a felvilágosodás. Akkor volt az, hogy az emberek olyan tömeges szinten értek el a V5-re, a középkori feudális autoriter V4-ből, hogy át kellett szerződni.
A franciák kezdték, ők amúgy is szeretnek sztrájkolni, úgyhogy rendeztek egy nagy országos sztrájkot, úgy nevezik, hogy francia forradalom, ugye forradalmat rendeztek, és azt mondták, hogy na ide figyeljetek, átszerződünk. Többé nem játsszuk azt, hogy struktúrált, faszelkezetű király, főpap és örök rend, amiben a legtöbb mindenki szíves, egyenlőtlen, hanem átszerződünk a független emberek társaságává. Kikiáltjuk azt, hogy mi közösen egy társaság vagyunk. Kikiáltjuk a köztársaságot. Óriási pszichológiai fordulat. Csak ugye a történelemben csak azt tanuljuk, de nem, sosem néztünk még, hogy mi megy az emberek pszichébe. Ez egy szintváltás a V5-re, a köztársaság kikiáltása, és mostantól úgy játszunk, azt mondjuk, mert az a belső érzetünk, hogy független szelfek vagyunk, szabadon gondolkozhatsz te is, én is, elmondhatjuk, a véleményeket ütköztetjük, tehát tipikus V5-ös moment a véleményütköztetés. Nem baj, hogy ütközik, csak ütközön, mert lehet, hogy abból még tovább jutunk a gondolkodásba, mint hogyha mindenki csendbe ismételgeti ugyanazt évezredeken át. Az nagyon unalmas. És hirtelen nagyon kreatív lesz a gondolkodás, nagyon sokrétű lesz a gondolkodás, és ez az alapja ugye a V5-nek, hogy a szabad emberek független társadalma. Kérem szépen, ez a, ma nem tudom, hogy mennyire és hogy mondjam ki, de kimondom, ez a liberalizmus. Ha megnézitek a Wikipédián, mi a liberalizmus, akkor az a felvilágosodásnak az alaptétele, hogy az egyén független és szabad, és ugye ezek az emberek társalnak arra, hogy megválasztjuk a vezetőnket, beépítünk a szisztémába, mert akit választunk, azt nem azért választjuk, hogy Isten király, hanem azért választjuk, mert el kell intézni az ügyeket. Dönteni kell, hogyan osszuk el a közpénzt, hogyan szervezzük meg az útépítést, a közügyek hivatala és intézménye legyen a parlament, és oda választjuk be az embereket, küldjük be meghatározott időre mandátummal, és utána, ha az lejár, újat választunk, így biztosíthatjuk a sok színűséget, és hogy senki nem ismétli meg, amit többé nem akarunk látni, a középkort, amiből kijöttünk éppen. Úgyhogy így jött létre a demokratikus parlamentális rend, a demokrácia alapjai a fékek és az ellensúlyok, ugye a beépített intézmények, az állam és az egyház szétválasztása, a jogrend függetlensége és szabadság, az egész V5-ös, modern, demokratikus társadalom erre a pszichés váltásra épül, és a V5-nek a belső érzetére, hogy szabadon, racionálisan, függetlenül gondolkozom. És ezzel együtt megjött az ipari forradalom, tehát a V5-höz tartozik a feudalizmus, mezőgazdaság, V5 pedig a ipar és a technológia. Ugye, és ezt a fordulatot hozta meg Magyarországon a 1800-as évek, tehát ugye a Magyarország modernizálása, a reformkor, Széchenyi, ugye Kossuth, Deák, és ezek voltak a V5-ösök. Ők próbálták átrakni az országunkat, ahogy a franciák meg a többiek Európában, V4-ről V5-re. Aztán persze jött a Ferenc József, és mondta, hogy gyerekek, még egy pici parkolópályán pihenjünk a V4-en. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az uratok, és nem engedem, hogy szabadok legyetek. Aztán megint próbáltunk V5 lenni, ugye a 1920-as években, 30-as években, aztán jött egy Horthy, az megint kicsit túlautorizálta a dolgot, aztán jött a háború, és aztán jöttek az oroszok, hogy gyerekek, szocializmus lesz, a szintiszta V4, csak a vallást már elhagyva, a materialista V4. Ugye egyen társadalom, központilag meghatározzák, mi hogy van, vállalkozói, egyéni kultúra off, központilag diktált élet és termelés. És gyakorlatilag ezért Magyarország a 90-es évektől a rendszerváltás óta folytatja azt, amit ugye leraktak a reformkorba, hogy na, V5, jöhet a szabad demokratikus társadalom, és akkor azóta egy érdekes helyzetben vagyunk most, ugye ezt most nem folytatom az analízis, de tudjátok, hogy mire gondolok, picit túl V4 lettünk, meg sok a V3, de nincs más út, mint előre. Tehát hosszú távon egyszerűen az evolúciónak az iránya az arra vezet.
És itt még behozom az Amerikát, az nagyon érdekes, mert ugye azt tegnap mondtam, hogy olyan európaiak hozták létre, akiknek szintén elegük volt az európai feudalizmusból, a V4-ből, és azért érdemes az egy, azért érdekes az Egyesült Államok, a jelenlegi Amerika, mert nekik nincsen V4 és V3 múltjuk. Tehát egy francia az úgy modern V5-ös, hogy volt egy középkor előtte ugyanott. Meg még egy középkor előtti ókor is volt, meg törzsek is voltak. Az USA az úgy jött létre, hogy odaszaladtak az európaiak, aztán később más kontinensről is, és csak az köti össze őket, hogy írtak egy alkotmányt, a Constitution-t. Úgyhogy ha Amerikában vagy, akkor ezért van akkora szabadságérzés, mert rögtön az egész új nép a V5-re szerződött, úgy kezdődik az amerikai alkotmány, hogy mindenki egyenlő, tehát mindenki egyenlőnek teremtetett, és mindenkinek joga van a boldogsághoz. Ez a különleges az ő alkotmányukban, hogy beleírták, hogy az cél a köztársaságunkban, hogy boldogok legyünk. Innét is köszönhető a jókedv, meg a jólétre való törekvés, és hogy sikk örülni és jól lenni. Ez a pursuit of happiness. Persze nekik is 200 évbe tellett, mire ezt egymással megbeszélték, hogy komolyan is vegyék, mert a rabszolgák még nem teljesen pontosan azt tükrözték, hogy mindenki egyenlő. Ezért lett az amerikai polgárháború, és ugye a 80-as évek végére ők is megoldották, hogy a feketék is egyenlőek. Úgyhogy gyakorlatilag ma alkotmányosan, constitutionally mindenki egyenlő az Egyesült Államokban, maximum a privát véleménykülönbségek a sorok között mennek. Tehát még mindig nem teljesen egyenlő mindenki ott se. Lehet, hogy egy indiánnak kisebb pozíciója lesz, mint egy fehérnek, vagy egy ázsiainak, de legalább a legszabadabb ugye, országok között van, ahol a leginkább érezni ezt a szabadságot. Na most, kéri valaki, hogy tegyen vissza a V5-ös szlájdot. Nem tudom, mikre gondolsz, a jegyzetekre gondolsz-e. Minden esetre behozok még kulcsokat a V5-ről. Ugye írtuk, hogy társadalmi berendezkedésében ez lesz a kapitalizmus, piac, gazdaság. Az egész világ egy nagy piac, ahol a szabad emberek kereskedhetnek, akár cuccokkal, tehát árukkal, de szolgáltatással is. És bármit kitalálsz, hogy te ki vagy, ha van rá vevőközönség, akkor gyakorlatilag azt eladhatod. Na most ide tartozik ugye a vállalkozói szemlélet. A vállalkozói lét, a vállalkozás, az innováció, ugye a befektetés, a tőzsde, a versengés, a versenykapitalizmus. És ugye tudjuk, hogy aki verseng, az produkál is. A versengés az nem csak egy rossz dolog, hanem nagy mértékű teljesítmény az eredménye. Ezek gyakorlatilag a V5-nek, a narancssárgának a hozamai, tehát ami újat hozott a világba. És ugye nagyon fontos a tudományosság is, hogy adatok mérés, tehát egy normális V5-ös ember ugye nem nyugszik, amíg akkor nyugszik meg, ha a tudomány kimutatta, és ha a kutatások kimutatták, az nem elég, hogy valaki szubjektívan úgy gondolja. Na, mutatok néhány képet innét is, a V5-ről. Előkeresem a kis képtáramat. Azt mondja, hogy ugye innét indultunk a V4-ről, ahol minden szabályozott, sémás. És ehhez képest a V5-ös elme így néz ki. Absztrakt gondolkozás. Ezt a következő Piaget-i kísérlet mutatja be.
most elmondom nektek, hogy egy gondolatkísérlet. Ha fogunk egy ingát, amit lelógatunk a plafonról, mondjuk egy fém karikát fölkötünk egy kötélre, lelógatjuk, meglódítjuk, és elkezd lengeni az inga a szobádban. Kérdés, mitől függ az inga sebessége? Na, mondjatok válaszokat. Meglengetünk egy lelógó vast, egy ingát. Mitől függ a sebessége? Megnézem, hogy a chatbe jönnek-e jó kis válaszok. Mint Vágó István, matematikai vetélkedője annak idején, ilyen kérdéseket tettek föl, és vártuk a választ a tévénézők. És azt mondják a matematika versengői, attól függ a sebesség, milyen magasról engedtük el, milyen erővel löktem meg, a közeg sűrűségétől, a madzag hosszától, az inga súlyától. Nagyon jó. Akik most ezt megválaszoltátok, minden válasz jó, csoki mindenkinek jár, és mindannyian tudtok V5-ön gondolkozni. Mert mi a V5-ös gondolkozás, amire a V4 nem képes? És ez a formális műveletek, hogy képes vagy fejben, anélkül, hogy látnád a tárgyat, érzékszervi tárgyi dolgok nélkül pusztán fejben, dolgokat hipotetikusan megvizsgálni és összehasonlítani. Kombinálni. A V4 erre nem képes. Ott be tud rakni kategóriákba, piros vagy zöld, rakjuk két halmazba, kicsi vagy nagy. Sorba tud rakni, struktúrába tud rendezni, össze tud adni, ki tud vonni, de kombinált egyenleteket megoldani, amilyen ez a kérdés is, több tényezős, ugye fejben való alakítása a tényezőknek, ez a V5. Tehát ahogy ez kialakul az iskolás gyerekben, onnan tudhatod, hogy V5-re lépett a gyerek. És ezt mutatja ugye ez az ábra is, hogy itt van ez a fazon, és kombinál, hogyha ezt a szálat így mozgatom, akkor az úgy fog átalakulni, ugye, és egy nem csak, hogy így gondolkozik az ember, hanem innétől nem is tudunk másképp gondolkozni többé. Ezért ez egy áldás, hogy micsoda magas szintű gondolkodásunk lett, milyen eszes, okos társadalom és emberek vagyunk, pörög az eszünk, és egy idő után ugye ez is fárasztó tud lenni, mikor próbálsz kikapcsolni, és az elméd csak pörög tovább. Ugye a V5-ös életnek a része, hogy nagyon nehéz az elmét leállítani. Forognak a kerekek. Pörög az agyad. Ahogy említettem, itt kulcsfontosságú a kritikus gondolkodásnak a kialakítása. Itt egy ábra, ami azt analizálja, hogy a kritikus gondolkozáshoz milyen képességekre van szükségek. Ugye érvelésre, értékelésre, probléma megoldásra, döntéshozatalra, analizálásra. Erre kéne a gyerekeket tanítani, mondjuk 7.-8.-tól, meg a gimnáziumba, V4-jel kombinálva. Szükség van tényekre is, tehát jó azért, ha tudjuk, hogy hol van Anglia a térképen, rá tudunk mutatni, tényeket megtanulni, de emellett jó, ha kifejlesztjük a V5-öt is. Növekedés, exponenciális növekedés, V5. Ugye profit, és az abból fakadó öröm és jólét, akinek van. És így néz ki a V5-ösnek a belső világa. A piac, a szupermarket. Ugye? Azért élünk, hogy vásároljunk. Az élet célja a vásárlás, a fogyasztás és annak az élvezete. Az élet célja a nyaralás, a birtoklás, a ház, a kocsi, a státusz, V5. És természetesen a beavatás a matematika, és ugye a legmagasabb státuszok egyike, ha közgázra ment. Közgázas vagy?
akkor te vagy társadalmunk ideális embere. A mai templomnak a neve közgáz, tőzsde, ugye a V5-ön, a legmagasabb rendű intézménye, gazdaság, gazdasági szakember, bank. Mert ez maradt az életből, mint fő cél, a pénz és az anyagi javak. És minél jobban valaki tudja ezt birtokolni, és ugye uralni, annál jobb, magasabb státuszú ember. A következő kép, amit mutatok, mutatja a V5-ön azt, hogy itt maszkokat hordunk. Rég eltávolodtunk már a kis impulzív gyerekkori énünktől, ugye civilizált, szabályozott emberek vagyunk, és minden V3-as aljasságot sutyiban művelünk a sorok között, még ugye azt a maszkot képet mutatjuk, amit ildomos és kell. Tehát a V5-ös én az egy stratégikus self, ugye a személyiség a personában van, a szerep személyiségben van, és nem nagyon lehet belátni a maszkok mögé, ugye a V5-ös emberek életébe. És erre is van berendezkedve az egész modern világ, a tettetésre, ugye a kép, valamilyen képnek a mutatására, innen jön a magyar képmutatás, ugye, és minden módon próbálunk más lenni, mint amik vagyunk. Sminkeljük magunkat, átfestjük a hajunkat, miért? Ez nem jó. Nem, ronda a hajam, ronda az arcom, nem szép a szemöldököm, ronda a bőröm, csúnya a testem, ahogy vagyok, úgy, ahogy van, nem jó, át kell csinálnom másra, akkor leszek elfogadható magamnak és másoknak, akkor fogok tetszeni. Úgyhogy olyan mélyen bele vagyunk hipnotizálva a V5-be, már réges-régóta, hogy egy külön, több éves folyamat lesz, aki erre az útra merészkedik, kiszabadulni belőle. És persze nem azt mondom, hogy rossz dolog a smink, meg rossz dolog a nem tudom mi, de hogyha az ember már nem tud anélkül lenni, vagy anélkül rossznak érzi magát, nem elég jónak, akkor elszaladt vele a ló. Tehát akkor ugye meg kell tanulnunk előbb-utóbb, ha akarunk tovább lépni, pőre önmagunk szerint lenni pont úgy, ahogy vagyunk, és azt úgy, ahogy van, elfogadni. Na, még egy ábrát mutatok, ez egy nagyon érdekes ábra. Látható Észak-Korea és Dél-Korea vezetői. Most nem a Kim Jong-un, hanem nem tudom, hogy ez kicsoda pontosan, a jobboldali, de valamelyik észak-koreai vezető. És ezen pontosan látszik a V4-es és a V5-ös arc közötti különbség. Nem tudom, látjátok-e. Ez a jobboldali bácsi, ő a szocialista elvtárs, nézzétek meg az ő arcát, a baloldali pedig a kapitalista elvtárs. Ezt a két arckülönbséget látom Kubában, a szocialistát, Burmában, az autoritárt, van ebbe valami ugyanolyan, és ezt az arcot pedig láthatni a nyugaton, Amerikában. Ez az arc, a V5-ös arc, gondolkozó, számoló, stratégikus, szabad, lehetőségek, jólét, vagy a jólét lehetősége. Most túl kell, hogy tegyétek rajtatokat, hogy szimpi vagy nem szimpi, és kicsit hátralépve objektíven figyelni, ha sikerül. Ugye ő egy megfélemlített rezsimből jön. A háta kicsit görbe, be vannak húzva a vállai. Látszik az arcán a félelem, meg a megalkuvás. Jobban. Meg a elcsendesedés, meg hogy nem mondhat, amit akar. De nagyon sok minden van ezekben az arcokban. Csupa rosszat írtok, diktátor, rafkós, egyik se szimpi, stb. Lehet, de hogyha ki tudjátok csípni belőle ezeket a karakterisztikákat, a piacgazdasági arc, illetve az autoriter rezsim arc, akkor meg tudjátok nézni. Na most ez az, amikor ilyen finom hangolásban nézzük a szinteket, egy idő után meg tudod látni az arcokon,
ugye, hogy hol van a léleknek a középpontja a szinteken. Milyen életkörülményből jön. Na jó, ez az kis összehasonlító ábra. És megnézem, van-e még valami V5-ös téma, amit fontos ma említenünk. Igen, hogy milyen ugye negativitásokkal jár a V5, milyen nehézségekkel jár, ami miatt az emberek aztán elkezdenek majd keresni és tovább lépni a V6-os felé. Eli degenedés. Magány. Kiüresedettség, kiégés. Hoppá. Látszik, amit írok? Mutatja? Oké. Okay. Aztán ugye egy V5-ös világban hiányzik a mélyebb értelem. Végtelenül ismételgetjük a materializmust. Már voltunk százszor nyaralni, már 3 kocsink van, gyönyörű a házunk, eszünk, mozizunk, moziba megyünk, ruhát veszünk, kidobunk, szupermarket, bevásárlóközpont. Nincs mélyebb értelem és cél. Így fogjuk leélni az összes évtizedet. Vásárlással, néhány percig élvezéssel, megunással, kidobással. Ez pörög végtelenül. Úgyhogy ezt az embereknek egyébként meg kell élni, hogy tovább tudjanak lépni, főleg a mai világban, ahol ennyire ugye erre van meghívva az ember. Nincs lélek, nincs spiritualitás, nincs Isten, nincs értelem és cél, véletlen van, szerencse van, stratégia van, fogyasztás van. Úgyhogy gyakorlatilag, amiket ide írtam a jobb alsó részre, nincs mélyebb értelem, cél, lélek, spiritualitás, nincs Isten, fogyasztás. Emiatt ugye üresség, kiüresedés, kiégés, és elindul a belső keresés. The spiritual search, a spirituális keresés, az önismereti vágy, a mélyebbnek a keresése. Ezt zölddel írtam, mert a következő ugye szint, amit majd át fogunk beszélni, az lesz a zöld tudatszint. És egy rövid szünet után a zölddel fogjuk folytatni. Úgyhogy... Ugye ott tartottunk, hogy a narancs exit, vagy V5-ös exitről a ki menetről beszéltünk, hogy hogyan érlelődik meg az emberekben valami mélyebbnek vagy másnak az igénye, mint a szintiszta materialista fogyasztás. Úgyhogy gyakorlatilag a kultúránk fölsegít, fölhúz az 5-ös szintig minket a neveltetés során, viszont onnan tovább önerőből szükséges elindulnunk, és egy picit a szokásoson túlivá, úgy mondjuk, hogy posztkonvencionálissá válunk, hogyha a fejlődés útjait tovább járjuk. Nem véletlenül a 6-os színnek a neve modernitás utáni, tehát posztmodern, vagy konvencionalitás utáni posztkonvencionális. Ezek a felnőtt fejlődés posztkonvencionális szakaszai. Az első a V6-ból, ugye a korai V6 és késői V6 megkülönböztetés lesz. Ez másodikba kerül részletesen kifejtésre, de óriási, ugye kulturális és lélektani korszakok következnek itt. Mik azok a tényezők, amik az ember lelkében és fejében
kinyílnak, és V6-ossá teszik a V5-öshez képest őket. Nézzük sorra ezeket. Ennek a színe a zöld lesz, méghozzá V6-ból a korai V6. Több kulcsot is adhatunk. A létrán egy szóval integrált színnek hívjuk a 6-osat, de a korai zöld V6-nak pluralista empatikus közösségi kulcsszavakat írjuk föl, és ahonnan Wilber szokta levezetni ezt a posztkonvencionális indulást, azok a kognitív képességek. Ez az, amiről Piaget már nem beszél. Tehát Piagetnál a racionalitás 12 éves kortól a halálig tart, ott már nem mondjuk, hogy 12-től hány éves korig tart a V5, mert nincs felső limitje. És olyat se tudunk pontosan mondani, hogy hány éves kortól jön a V6, mert nem kötődik életkorhoz, és magától nem jön, és a társadalom nem rak be egy olyan intézménybe 20x éves korodban, ahol bevéhatosodsz. A társadalom V5-ösnek óhajt életed végéig, leginkább V4-V5 kombónak. Ezért az emberek valamilyen úton, módon, privát módon kezdenek bezöldülni, vagy bevéhatosulni. És én azt szoktam mondani, ez az én mondásom, hogy ha azt kérdezitek, hogy életkor, hogy 20 éves kortól válik valaki alkalmassá, mondjuk, tudom, hogy 25. Ezt ne úgy vegyétek, mint egy fix garancia, inkább, mint egy megfigyelés, egy becslés, hogy a legkorábbi, ahol személyiség szinten ez hitelesen előjöhet, az a 20-25. Miért mondom ezt? Azért, mert egy gimnazista kamasz, aki egy nagyon okos, és föl tud fogni sok mindent, és egy korai 20 éves, az leginkább annak van, leginkább abban érdekelt, hogy kifejlessze a társadalmi perszonáját, a szerepszemélyiségét. A korai 20 évesnek ki kell menni a világba, és valamilyen karriert csinálni. Ki kell építeni ugye azt a interfészt, azt a szociális viselkedést, amivel ő sikeres lesz. És az bizony nem az, hogy, úton útfélen arról számol be, hogy én most egy 10-es skálán hányas dühöt érzek, vagy milyen kifinomult érzelmeim vannak, és egyébként érzem a te lelkedet. Nem ettől lesz senki sikeres, ugye? Ezt nem kívánja a társadalom, hanem ha jó üzletember lesz, ha jó doktor lesz, ha jó kereskedő lesz, ha jó IT-s lesz, ugye, és beleilleszkedik azokba a környezetekbe. Tehát ez még mindig a personaépítés, ami zajlik 20 éves korban, és Jung is ezt mondta egyébként. És az, hogy valaki megnyugodjon, hogy ez már olyan szinten oké, hogy emellett legyen érdeklődésem és időm a mélyebb énemet keresni, az általában akkor jön el, amikor mondom, valamennyire V5 érvényesülés már megtörtént. Tisztelet a kivételnek, mert ez nem mindig így van, tehát vannak az osztályotokban is korai 20 évesek, de mondjuk nincsenek 18 évesek, meg 19 évesek, pedig lehetnének elvileg. Vannak, akikben valamiért már korábban elindul a karrierépítés mellett párhuzamosan egy V6-os nyílás. Úgyhogy ezért írom föl a digitális flipchartra, hogy 20 pont, tehát 20 éves kor valahol, 25. Szerintem, és egyébként Jung azt mondta, hogy szerinte a 40-50 éves kor az alkalmas arra, hogy igazán befele forduljunk, vagy spirituálisak legyünk. Viszont lehet, hogy túl későn, meg már annyira megszokták az emberek önmagukat, hogy nehéz őket onnan kirobbantani. Tehát az ideális bevéhatosodás az a 20-as évek és a 40-es évek között van. Ugye? És különösen figyelek arra, hogyha valaki elkerülte a narancsot, tehát úgy akar zöld lenni, meg V6-os, hogy sose csinálta meg a függetlenségét és a elég pénzt a anyagi jóléthez, akkor lehet, hogy a zöld mellett kell dolgozni a narancsán is. Tehát minden szintnek meg kell lenni egészséges formában.
Na de mik azok a kognitív képességek, amikből ugye Wilber levezeti? Az első és legfontosabb a pluralizmus. A relativitás. Maradjunk ennél a két szónál egyelőre, két fogalomnál. A pluralizmus az azt jelenti, hogy több elvűség. Vagyis míg a narancs szinten megszoktad azt, hogy szabadon gondolkozhatsz, van egy véleményed, mondjuk egy politikai véleményed, jobboldali vagy, és aki másképp gondolkozik, mondjuk baloldali, megszoktad, hogy együtt élünk egy társadalomban, de nem nagyon beszélgetünk, más táborba tartozunk. Annyiba viszont jó, hogy legalább nem kell autoritert játszani, hogy csak egy párt van, egy pártrendszer, mint Kubában, vagy annak idején a törzsi társadalomban, a V3-ban, még meg is öljük azt, aki más, mint mi. A V4-en legalább nem öljük meg, de megpróbáljuk olyanná tenni, mint mi. A V5-ön pedig együtt élünk, mert szabad gondolkodás és vélemény. Szóval úgyhogy pártokra szakadva, eltérő véleménycsoportokra, de szabadon, ugye alkotunk társadalmat. Tehát belülről nem érdekel a másik igazából. Nem törekszem a megértésére. Sőt, szerintem marhaság. Ugye? És racionális alapon szigetekre költözünk. A V6-on ez megváltozik. Elkezded megérteni a másik ember nézőpontját. Érdekel is, és meg is érted. Sőt, empátiával tudsz viseltetni a másképp gondolkozó felé. Úgyhogy az emberbe belül történik egy változás, nem kell őt meggyőzni kívülről, hogy igaza van-e a másiknak. És emiatt ugye a pluralizmus azt jelenti, hogy több elvű, számodra az is igazzá válik, amit eddig képviseltél, és más is igazzá válik, amit esetleg eddig nem fogadtál el. Ezért a pluralizmussal együtt nő az elfogadás, tehát elfogadóbb, érdeklődő, megengedő, befogadó. A zöld, a korai V6-os, a pluralista. Sőt, azt szeretné, hogy a társadalom milyen legyen. Tudunk-e egy olyan társadalmat csinálni, ami szociálisan érzékeny? Ugye, tudunk-e jogokat adni a kisebbségeknek? A másságnak? Ki tudjuk-e tágítani a elfogadás körét azokra is, akiket nem fogadtunk el eddig? Mindenkit elfogadunk. Mindenki oké. Itt születik meg az a mélyen együttérző, ugye sokszínű, multikulturális közeg, multikulturális közeg, ami a zöldet jellemzi. A társadalomban ugye a szociális érzékenység is ide tartozik, és gyakorlatilag, amit mondtuk, hogy a narancs az liberális, mert az egyéni szabadság világa a demokrácia, ez még inkább liberális. Tehát amit a demokráciában is már nehezen fogadnak el, a másság, kisebbség, másképp gondolkozás, arra is kiterjeszti a szabadságot. Ugye az egyik klasszikus vita téma, amit a zöld, hogy mondjam, képvisel, az a nemek kérdése és a gender topic. Ugye, ami Kanada arról híres, hogy nagyon genderorientált, aztán a tradicionalistábbak meg szídják, hogy most már azon is gondolkozni kell, hogy a gyerekem az most fiú vagy lány, vagy micsoda. Ugye, tehát egy tradicionalizmusnak ez gyakran idegesítő, hajmeresztő az a szabadság, amit megengednek maguknak. Na de kinek van igaza? Tágítsuk ki a szeretetet és az elfogadást a sokféleségre, vagy húzunk egy szűkebb kockát, és mondjuk azt, hogy kívül esik az aberált és beteg. Ez a tradicionalizmus, kiterjeszteni az elfogadást mindenkire, ugye, az pedig a, ugye a zöld, a pluralizmus. Mert abból indul ki, abból a figyeljétek, hogy az ego hogyan csökken. Hatos szint, sokkal enyhébb az ego. Ki vagyok én, hogy azt mondjam,
hogy nekem a nézőpontom igazabb, mint a másiké. A narancs, ez nem kérdés, hát én nekem igazán van kész. Stabil, fix ego. Ugye V4, az Isten is megpecsételte a Bibliával, hogy nekem van igazam. Még erősebb ego. V3, nekem van igazam, és kész, lelőlek. Teljesen erős ego. Értitek, de hogy eljutunk a V6-ra, visszafogjuk az egót. Kilazulunk. Ez persze nem megy fejből, tehát ehhez testileg, lelkileg is ellazulás, relaxáció. Ugye? Kell hozzá. Aki kontraktált, összeszűkült, az nem tud ide eljutni. Nem véletlen, hogy a zöld gyakorlatok közül a relaxáció, meditáció, ellazulás, masszázs, jóga, ezek a vezető modalitások a narancsból a zöld úton, amiket az emberek csinálnak. Na most ugye az együttérző, ha minél jobban ellazulunk, annál inkább kevésbé egoisták vagyunk, annál jobban kinyílik a szívünk, és törődünk, érdeklődünk a mások felé. És kiderül, hogy van, aki férfinak érzi magát, van, aki nőnek, ez eddig is tudtuk, de van, aki harmadik nemnek, vagy nem tudja megmondani. És ugye a legzöldebb helyeken, mint Kalifornia, ezeknek is engedélyt adnak, és törvénybe iktatják, már megtörtént, hogy van egy harmadik nem. Na most ez a empatikus, sok nézőpontú, zöld, ugye korai V6. És normál esetben csak a önismereti szobákban és a workshopokon történik, és ott oké, ott mindenkit elfogadunk, szeretünk, na de azért a társadalom alapjait ne mozgassuk meg zölden, azok csak maradjanak tradicionálisak vagy kapitalisták. És ugye vannak olyan államok, Kalifornia, Hollandia, Svédország, Dánia, ahol a törvénykezésbe, tehát a társadalmi közszerződésbe is átvisznek zöld elemeket, és ugye ezek azok az országok a Földön, amik a legposztmodernebbek jelenleg, ugye a legszabadabbak, legempatikusabbak, legbefogadóbbak. Ugye, és éppen ez a helyzet mutat rá a zöldnek az árnyékára, hogy egy dolgot nem tud kezelni, az agressziót. Mert az agresszióval is úgy bánik, mint a jámbor emberekkel. Megpróbálja elfogadni. Fogadjuk el az agressziót, fogadjuk el. Na de lelő minket. Nem baj, majd a szeretetünktől megnyugszik. Szeretni kell, béke lesz. Itt igen, a zöldnek az álma, ezt úgy hívom, hogy a Green Dream, a szeretet mindent megold. Elég, ha kiköltözünk biofarmokra, felszámoljuk a magántulajdont, egyenlően elosztjuk az ételt, organikus ruhákba járunk, magunk termeljük meg a peszticidmentes, organikus ételt, és a szeretetünk győzni fog. És ha az egész föld csak így élne, ilyen törzsi biofalukba, akkor megvalósulna az új korszak, a New Age. Ez a zöld álom. De sajnos nem valósult meg, pedig a hippi korszak óta várjuk, de egy csomó minden megvalósult belőle. De lehet, hogy az egész földet nem lehet arra kényszeríteni, hogy hagyja abba a termelést, és mind csak kapálgassa a biokertjét, valami más lesz a végső megoldás, amiben nagyon fontos magunkkal vinni, és megtanulni, és beemelni a zöld elemeket. Sajnos a szeretet nem old meg mindent. Illetve amikor valaki fegyvert tart a fejedhez, te nem fogsz tudni szeretni, ha csak nem vagy Ramana Maharishi vagy Teréz anya. Tehát a legnagyobb, legkivételesebb szentek talán. Ott vannak ilyen sztorik, hogy hogy szerelték le a bűnözőt is. De nem várhatjuk el, hogy emberek tömegei maradéktalanul megvilágosodott szentek legyenek. Azt viszont elvárhatjuk, hogy a társadalom egyre nagyobb mértékben élje meg, és integrálja a zöld értékeket. Úgyhogy az árnyéka a zöldnek a következő. Mindenkit elfogadunk, kivéve azt, aki
aki nem fogad el mindenkit. Ez itt a nagy rejtély, amit a zöld nem tud meglépni, ez kell majd a késői V6. Úgyhogy ez a krízis bontakozott ki. Ez hogy néz ki egy csoportban? Valaki jön, aki igazán bunkó, és meg akarja fingatni a csoportvezetőt és a csoporttagokat, az lesz ugye a piros. Mert az ő pszichopata személyiség zavara fontosabb, mint a csoport egysége. Úgyhogy az gyakorlatilag próbálja fölrobbantani a csoportot. Úgyhogy ez kialakulnak dinamikák, vagy szétesik a csoport, vagy nem, vezető vagy le tudja kezelni, vagy nem. Nem hallunk róla a tévében, ez egy csoporton belül van, vagy egy vallási közösségen belül. De mi van akkor, hogyha egy zöld, ugye posztmodern együttérző országban megérkezik a terrorista, aki aztán nem tréfál, hanem robbant, ugye akkor derül ki, hogy önmagában a zölddel nem lehet. És akkor mit reagál erre más? A tradicionalisták azt mondják, na ugye, V4, vissza kell állítani a régi rendet, ahol rend van, haza, vallás és fegyelem, és ki kell küszöbölni ezeket a rosszakat, és kész. És elkezd mutogatni a tradicionalista a zöldre, hogy lám-lám, ez egy rossz értékrend. És úgy, ahogy van, le akarja húzni a WC-n, az egészet eltörölni. Ez nem fog menni, mert ez egy evolúciós szint. Tehát egyszerűen ez van, ez lesz, maximum átmenetileg el lehet csitítani, hogy meg lehet ijeszteni, de egyszerűen, ahogy megy az evolúció, arra fele haladunk a szintek, hogy egyre együttérzőbb és egyre elfogadóbb. Csak meg kell majd oldani azt is, hogy ha már ennyire együttérzőek és elfogadók vagyunk, akkor hogy kezeljük az agressziót. És az integrál gondolkodás is szint lesz az, aki minden szintnek igazat ad. Igaza van a hazavédőknek. Igaza van annak, aki imádja a Magyarországot és a magyarságot. Igaza van annak, aki a jólétet akarja, és az anyagi javakat, és a jó kocsit. Igaza van annak, aki az elfogadást és a szeretetet szeretné terjeszteni, mint egy jó hippi. Mindenkinek az értékrendjében igazság van, sőt, ha megvizsgáljuk magunkat, saját magunkban ezek a részek ott vannak. A hazaszerető, a hazát szégyenlő, a jó életet akaró, ugye, a finom ételeket enni akaró, a minőségi ruhát kereső, a lelkiséget vágyó, az impulzív érzelmeket jól kitáncolni akaró, minden szint bennünk van. Úgyhogy ez lesz a zöld után a til, ugye a késő V6, ami integrálni fogja a korábbi szinteket. De mielőtt még oda megyünk, megnézem, a zöldbe van-e még egy-két fontos kulcsszó. Talán még a szívnyílást behozom. Ez úgyis egy ilyen szirupos szónak tűnik, hogy megnyitni a szívet. Jaj, hagyjatok már, inkább tőzsdézek egy kicsit. Szívnyílás. De bizony, kedves tőzsdéző, üzletember, szuper gondolkodó barátunk, neked se árt egy kis szívnyílás, hogy idegesítsünk ezzel. Mert mit jelent a szívnyílás? Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és egy szép, kifinomult lelki folyamat. Honnan jön ez a fogalom? Onnan, hogy a melkasunknek a tere, amit úgy ismerjük, hogy szívtér, ugye, azt megtanultuk V4-en lezárni, mert ott, ha nem zárjuk le, érzelmek lesznek. Nem. Érzelmek lenyugszik, cool off, ugye nyugodt csitulj el, legyél cool, az azt jelenti, hogy hűvös, nem hisztis, mert akkor tudsz gondolkozni. Ez tényleg így van. Józan észhez, érzelmi csend kell és nyugalom. Ezt megszokjuk, és kialakul az, amit Wilhelm Reich úgy hívott, hogy testi pajzs, body armor. A V4, V5 az egy izmokba kódolt tartás, tenziót, testi pajzsot tart, és így tudja az érzelmeit csendben tartani, és így tud racionális felnőtt lenni. Hogyha az embereket ellazítjuk, kilazítjuk, olyan beszélgetésekre és gyakorlatokra hívjuk, ahol ugye nem csak ellazulnak, de meg tudnak nyílni, akkor előbb-utóbb elő fognak jönni az érzelmek, amiket akár évtizedeken át visszafogtunk, és az érzelmek közül kettő kiemelt jelentőségű, a szeretet
és a fájdalom. Mind a kettő a mellkasban van. Ott éljük át a szeretetet is, attól is óckodni kell, maximum a saját gyerekemet, páromat, ott is csak néha. A gyerekeknél könnyű, de ugye a párnál ott már, vagy a szülőknél. Persze, hogy szeretlek, persze, hát én nagyon szeretem, rosszat se tudok mondani a szülőmről, csak ha befele figyelek, semmit nem érzek, mert le van a mellkasom fagyva. Úgyhogy a V6-on el kell jutnunk a szívnyílásig, ahol ténylegesen elkezdjük érezni a fájdalmat, a szeretetet, az érzelmeket, hogy eljussunk a zöld egyik kulcsszavához, a hitelességhez. Hiteles állapotok, autentikus állapotok, kongruens. Ugye ez a három kulcsszó írja le az érzelmi önazonosságot. Úgyhogy a szívnyílás egyszerre jelenti azt, hogy szeretni és örülni, és ünnepelni az életet. Ez is a V6-osnak a jellemzője, hogy sokkal több örömre képes. És azt is tudja szeretni, aki nem a rokona, az ember szeretet. Univerzális szeretet, mindenkit szeretni, oktalanul szeretni. Csak úgy, mert szeretni jó, terjeszteni a mettát, az együttérzést, minden lényre kiterjeszteni. Ugye vannak ilyen buddhista gyakorlatok, és kereszténységben is benne van természetesen. Na de, amikor megnyitjuk a szívet és az érzelmeket, akkor a fájdalom is előjön. És a szomorúság. És a harag. Úgyhogy így keverednek az emberek általában az önismeret mélyebb fokára. Az elején könyvekből, előadásokból gondolkozik az ember. Ez igaz lehet, ez rám igaz, ez mennyire igaz? Gondolkodás. V5-ben elindult a bimbózó zöld, de még V5 a székhely, gondolkodás. Igaz, nem igaz, lehet, nem lehet? Amikor viszont áttörsz, és elöntönek az érzelmek, akkor kerülsz igazán ugye a zöld posztkonvencionális állapotba. Úgyhogy ide tartozik az áttörés, megnyílás, felszabadulás. Lélektanilag. És ezek azok a lelki folyamatok, amik igazán megérlelnek téged egy korai V6-os zöld személyiségé. Tehát, hogyha megtörtént az érzelmi megnyílás, a szívnyílás, az áttörés, sírtál örömödben, sírtál bánatodban, ebből kifakadó együttérzéssel sokkal együttérzőbben érzel mások felé. Átkereteződik a szemlélet. Rájössz, hogy mindenkinek a nézőpontja egyéni és relatív. És az addig dédelgetett saját igazságod csak egy beragadt nézőpont volt. És most már szabad vagy. És tudod támogatni a többieket, és elfogadni a tradicionális bácsikát is, és szeretni, és azt az agresszív majmot is. Mindenkit tud szeretni, átérezni, megérteni. Akkor értél el a zöldnek a mélyére. Persze ez az is kell a pipához, hogy ki is tud fejezni magad, tudsz a csoport előtt beszélni. Őszintét, nem csak azt mond a nyitókörbe, hogy vagy, köszönöm jól, ez a V4-es válasz. Dobok egy sémát. Köszönöm jól, ez a séma. Ugye? És részletesebben nagyon jól, nagyon jól. V4 a négyzeten. Ugye? Hogy vagy? V5-ös válasz. Hát figyelj, ez attól függ, hogy hogyan, mit értesz a kérdés alatt. Ha arra kérdezel, hogy most hogy vagyok, akkor egész jó vagyok. Tegnap egy picit így, meg úgy voltam, de most tulajdonképpen attól függ, hogy ez racionalizálás. Ugye? Hogy vagy? És ha kinyílik a szál, és elkezded mondani, hogy éppen érzel, ami tényleg történt ma, mi hatott meg, mi volt a szép, mi volt a nehéz,
akkor hiteles vagy, és akkor megváltozik a légkör, rögtön odafigyelnek, kapcsolódnak. Ugye? Úgyhogy ez a fajta önmegosztás még egy nagyon fontos része, angolul self-disclosure, ugye, önfeltárulkozás. Megosztás, ugye megosztó, sharing circles. Mindjárt odébb húzom. Így. Ezek is a zöld abszolválásának a feltételei. Az IP-n is akkor látom, hogy valaki oké, na megérkezett. Megérkezett az IP-re is, meg a Integrál Akadémiára lélektanilag, meg a zöld működésbe, hogy ugye a csoportokon mesél, megoszt, feltárulkozik. És onnantól teljesen mindegy, hogy milyen érzelem jön belőle, mert maga az a szép, hogy feltárulkozik az ember. Ha eljutunk a kölcsönös megosztásig, akkor ugye beáll egy bensőséges, intim együttlét. Az intimet nem a szexuális értelemben értem, hanem a belső megosztásából fakadó bensőségesség, lelki összekapcsolódottság. A szexben is ezt keressük, ha jó a szex, ugye akkor azért jó, mert nem csak mint test öleljük egymást egymáshoz, hanem mint lélek öleljük egymást egymáshoz. Ezért ugye a szeretkezés is akkor bensőséges, ha előtte lehetett beszélgetni és megismerni egymás belsejét. Anélkül lehet szenvedélyes, meg kielégítő kiessen, de lelkileg akkor lesz teljes a szeretkezés is, ugye, hogyha intimitás, azaz bensőségesség van a belső megosztásától. Ezért szoktak ugye az egymással vonzódó párok beszélgetni, ezt a fiatal fiúk nem értik, nem baj, majd megtanulják. Miért akarnak a lányok beszélgetni, meg miért még nem is ismersz, mert ugye föl akarják építeni a szívteret először, a bensőségességet. Ugye? És ha ugye az beáll, akkor a lélek is elkezd vonzódni az egyesülés felé. Úgyhogy akár szexuálisan nézzük, ott is a belső megosztása, mint bensőségesség vezet az intimitáshoz, akár nincs szex, mert nem kívánjuk egymást, nincs rezonancia, de mély lelki összetalálkozás, bensőségesség akkor is lehet. Úgyhogy az önismereti csoportokon nemtől és életkortól független az emberek nem szexuálisan, hanem bensőségesen a megosztások révén egy olyan lelki egységet, lelki családot tudnak érezni, ugye, amit más körökben nem, ahol az emberek csak racionalizálnak, vagy a világi célokat követik. Úgyhogy ez az önismereti körök, spirituális köröknek, ha nem vallásos, hanem posztmodern köröknek a ideális légköre. Jó. Haladjunk tovább. Hogyan lesz ebből tovább? Van egyáltalán tovább, ez már annyira szép, olyan jó. Mivel ez annyira szép és jó, az emberek itt is szeretnek időzni, eltölteni egy időszakot, és egyre nehezebb elviselni, ha valaki kontrollálni akarja ezt, vagy vezetni, vagy célokat kitűzni. Maradjunk csak a jelenben. Ugye a zöld az az itt és most, ezek a jelen, erős jelen élmények. Mégis, hogyha a sokszínűség gondolkodása beáll, akkor egy magasabb szinten, és ez lesz a késői V6, meghaladva megőrizzük a zöldet, vagyis mindezek a jó dolgok, amiket kifejlesztettünk a zöldbe, velünk marad, ugye? Nem arról van szó, hogy meg kell tagadni, csak ki kell egészíteni bizonyos dolgokkal. Úgyhogy nézzük meg, hogy a késői V6-on mi jön. Ennek a színe a kékes zöld, amiből itt most nem nagyon kínál föl ez a színpaletta nekem, csak egy megközelítő szint. Vagy kék, vagy zöld.
kék, egy zöld. Megmutatom nektek egy másik képernyőmegosztással a késői V6-nak a Wilberi színét, ez a teal. Ez a szín. Látszik? Oké. Okay. Itt többféle teal van. Tehát ez a kicsit ugye nyugodtabb tónusú kékes-zöld. Direkt nem türkiszt mondunk, mert a türkiz egy picit más szín, és a következő szintnek a jelölője lesz. Úgyhogy magyarul a tilnek a fordítása az pávakék, vagy azt mondod, hogy pávakék, vagy az, hogy kékes-zöld, kicsit egyszerűbb magyar, vagy egyszerűen használod az angolt, ami ennek a színnek a brandje is, tehát a nemzetközi világban szinte egy önálló fogalom lett, és mozgalom a til mozgalom, úgyhogy gyakran csak ezt szoktam Magyarországon is használni, a til. Na most itt a rajzolókán annyira nem kifinomult a zoomnak a színpalettája, hogy még tilt is keverjen, úgyhogy egyszerűen egy kéket fogok most használni. Ugye ez a késői V6 megint csak életkorhoz nem rendelhető, tisztán, hogy mettől meddig tart. Ugyanazt tudnám mondani, hogy a 20 éves kortól bármikor kezdődhet, kifejlődhet. És a holisztikus rendszer szemléletű gondolkodás jellemzi, illetve nagyon fontos Wilberi fogalom a víziológika. Na, és egyéb fogalmak, önszerveződés, társas mezőben gondolkodás. Itt tulajdonképpen a zöldben megindult bizalom és együttérzés még mélyebbre megy, az ego még jobban kilazul. Még halványabb és porozusabb az egyéni nézőpont, és még inkább teret tud adni sokféle nézőpontnak. Tehát tulajdonképpen úgy is felfogható, mint a zöld kifinomodottabb változata. Az történik, hogy a zöld szintnél mindenféle nézőpontot elfogadunk, nem csak a családot, nem csak a társadalmilag a mi szegmensünket, a mi pártunk, mi nézőpontunk, a mi tudományos véleményünk, hanem a társadalom összes tudományos véleménye gyakorlatilag, az összes elmélet, mindegyik oké. Okay. Kivéve mondjuk a legnagyobb blödségeket. Tehát a UFO-k csinálták a koronavírus, az lehet, hogy még ezen a szűrőn sem menne át, mert túl nagy blödségnek tűnik, de mondjuk sokféle nézőpontot el lehet fogadni. Viszont a zöldben a nézőpontok nincsenek rendszerezve, nincsenek prioritizálva. Sőt, a prioritizálás nem üdvös a zöldben, mert az azt jelenteni, hogy valaki vezetni akar. Nem jó a preferált nézőpont a zöldben. A tílen jó. Tehát az emberek újra elkezdenek akarni szerveződni, struktúrálódni, és itt jönnek létre ugye a holarchikus szerveződések, amiről tegnap beszéltünk, a természetes hierarchiák, és az egymásba ágyazott ugye, körök, akár a szervezeti működésben. Úgyhogy a TIL, a késői V6 az integrál tudatszint, tehát effektíve ezt fogjuk integrálnak nevezni. A fontos szót talán ne is felejtsem el, hanem tegyem ide az ábrára. Így van. Itt az emberek, azok, akik erről a szinten okoznak, újszerű rendszereket hoznak létre. Ezeket általában holisztikus rendszereknek mondják. Tehát az orvostudományt valaki összekapcsolja mondjuk a keleti gyógyászattal,
és újszerűen egy szintézis hoz létre. Ez egy ilyen holisztikus tan. A pszichológiában összekapcsoltuk a pszichológiai rendszereket a meditatív rendszerekkel. Újszerű, szintetizáló, holisztikus, integratív tan. De gyakorlatilag a posztmodern pluralizmus fölkapálja a talajt, megengedi, hogy a sokféle rendszernek a tudása és szemlélete megjelenjen előttünk, és a késői V6 pedig összekapcsolja őket egy rendszerbe. Az jellemző az integratív rendszerekre, késői V6-on, hogy annyi van belőlük, amennyit csak akarunk. Tehát együtt jár ezzel, hogy a rendszeralkotók nem gondolják, hogy ez az egyetlen végső valóság, mint a V4-es kultúrákban. Valaki összerakta a Bibliát, és azóta csak az van. Nem. Együtt jár az integrállal az autonómia. Az, hogy autonóm ő összerakta így. Egy másik autonóm nagy gondolkodó, nagy lélek, meg összerakja úgy. És megszokjuk azt, hogy a valóságban nem örök fix dolgok vannak, hanem legjobb verziók, legkomplexebb összeállított modellek. Felfogjuk, hogy a modellek mindig is modellek maradnak, a Wilberi is. Szokták mondani, hogy the map is not the territory, tehát a térkép az nem maga a terület, hanem ez is egy modell. És hogy az ember még többet meditál egyébként, még jobban kilazul az egóból, ez lesz már a V7, ahol a belső csend megvalósul, az elme leáll, ott arra is rájövünk, amit másodikban a konstruktum tudatosságként tanulunk majd a Susan Kuhn-Reuter modelljébe, hogy minden emberi modell egy konstrukció, egy alkotmány tulajdonképpen. Tehát minden egyes modell, a Wilberi is, ami a legkomplexebb fejlődésmodell, ez is egy megalkotás. Nem gondolja se Wilber, se én, se senki az integrálban, hogy ez valami mózesi kőbe vésett, ahogy fölírták az univerzum falára, és akkor 10 000 évig ez állott. Nem erről van szó, hanem a mostani tudásunknak ez egy nagy összegzett szintézise, ami egy best version jelen pillanatban. De ezzel együtt emögött még nagyobb igazság az a csend, az a meditatív tér, amiből minden gondolat és modellezés felbukkan. Összeáll, majd újra visszamegy a csendbe. Tehát a legmélyén, és itt vagyunk a personális szakaszoknak a tetején, fölsejlik ez a konstruktum tudatosság, tudatosnak lenni arra, hogy minden gondolat, minden modell, még a legholisztikusabb, szintetizálóbbak is, ugye emberi modellalkotások, és az elmének a termékei. Na most ezzel szoktak kampányolni az integrált utálók, mert vannak azok, akik nem szeretik az integrált, hogy oj, de bonyolult gondolkodás, el kell dobni az elmét. Csak meditálj, és minden ilyen, mint a Wilber, az integrál, a modellek, az rossz, mert elmében vagy. Ez igaz, hogy az elmében vagy, csak sokkal jobb az elmébe úgy lenni, hogy minden tudást összekapcsolsz, mint hogy egyet megfogsz, és kis sziget odaköltözöl, és mások ellen nyilakat lődözöl. Sokkal jobb az integratív, megengedő, befogadó. A következő válaszom ez a meditációs szövegre az, hogy és amikor a meditációból visszajövünk, kedves csendbajnok, én is az vagyok, imádok csendesedni. Fönn lakom a hegyen, hogy csendesedjek az erdővel sokat. De amikor visszajöttünk a meditáció éntelen csendjéből, és elkezdünk beszélgetni, és elkezdünk a társadalomban alkotni, részt venni, akkor az elmébe jövünk vissza. Nincs olyan társadalom, hogy az egész 10 milliós lakosság egy évig csendben van, és telepatikusan intézkedik a hivatalba. Nincs. Nincs. Visszajönni e valóságba, az azt jelenti, hogy visszajönni a gondolatokba, visszajönni a szervezésbe, elmenni a közértbe, vásárolni, pénzt keresni. Vagyis nem az a korszak van, hogy végérvényesen eltűnni az elméből, hanem átmenetileg kimenni az elméből a csendbe, a meditatív éntelenségbe,
majd visszajönni és részt venni a világba. És hogyha világban vagyunk, akkor ott az elmét használjuk. Gondolkozunk, tervezünk, szervezünk. És ott nagyon nem lesz mindegy, hogy V4-es szinten használjuk az elménket, vagy V5-ös szinten használjuk, vagy V6-os, esetleg integratív. Mert az integratív szintű elmehasználat összekapcsolja az embereket. Egységet hoz a sok színűségben. Intelligensen, nem csak a zöld nekifutásból, hogy szívnyílás, szeretet, gyerünk mindenki együtt, hanem ez kiegészül a gondolkozással, a megkülönböztetéssel, ugye, ahol támadnak ott védelemmel, a pirosnak más technika kell, mint a zöldnek, a narancssal másképp kell beszélgetni, mint a kékkel. Tehát megkülönböztető intelligencia, szintismeret, és mindent egyben menedzselni, ez az integrál gondolkodásmód. Úgyhogy az integrál szintű gondolkodások, legyen az Wilberi vagy más, mert más integrál gondolkodás és rendszerek is vannak, a komplexitást tudják kezelni. Nagyon komplexek, és a komplexitásban az ellentéteket, a paradoxokat békében tudják kezelni, nem esnek hasna tőle. Úgyhogy gyakorlatilag az integrál gondolkozásmódnak ezek a jellemzői. Holisztikus, rendszer szemléletű, összekapcsoló, komplexitást kezelő, autonóm, individuális. Így van. No, ennyit tehát a késői V6-ról, és menjünk bele a transzpersonális szintekbe. Már dörzsölöm tenyerem, mert most jönnek a spirituális élmények. Nézzük meg újra az alapábránkat. Egy pillanat, látjátok? A létremodell, átbeszéltük a V6-ot, és jönnek a spirituális szintek. V7, 8, 9, 10. Na, itt az történt ezeknél a szinteknél, azt csinálta a Wilber, hogy ugye áttanulmányozta az összes spirituális tradíciót, ahogy ti is az első fél évben az IP-n, és megnézte a táblázatok, amiket ma reggel néztünk, benne vannak ezek is, hogy ha megnézzük a szentévállás, jogivá válás útjait, milyen fejlődési stációkat írnak le a jógik, a lámák, a szentek, a középkori keresztény misztikusok, a hinduk, a sámánok, miket írnak, mondanak, mit tanítanak, mik a stációk, és abból azt látta Wilber, hogy négy nagy stáció van, ami minden kultúrában megjelenik. Úgyhogy itt most már úgy fogjuk tárgyalni, hogy nem azt nézzük, hogy milyen vallásból jön, hanem mi maga az emberi élmény ezen a négy szinten. És remélem, hogy mostantól már tudunk úgy beszélni majd, hogy V7-es, V8-as, érteni fogjátok, hogy miről van szó. A V7, ugye, amit okkultnak vagy pszichikusnak is nevez, ahhoz hoztam ábrákat. És először, amíg itt a háttérben kinyílnak a megosztandó ábrák, addig az elnevezésről hagyj beszéljek egy kicsit. Ken Wilber ezt a szintet, a V7-est psychicnak nevezi. Sosem mondta azt a szót ki, hogy okkult. Ezt a szintet úgy hívja, hogy psychic, vagyis pszichikus. A magyar fordító az egyik, ő adta azt a szót ennek a színnek, hogy psychic, hogy okkult, és ezzel nem teljesen értek egyet, mert ugye az okkultban benne van valamiféle negatív jelentés, vagy pejoratív jelentés, ami egyáltalán nincs benne a psychicba. Angolul az a szó, hogy psychic, körülbelül azt jelenti, hogy telepátia, tisztánlátás, bioenergetika, ezeknek a képességeknek, a paranormális képességeknek egy gyűjtő fogalma. Magyarul is használjuk azt, hogy pszichikus képességek. A magyarban, ha ezt mondja valaki, akkor vagy ezekre a paranormális képességekre gondolunk, de néha a pszichológiainak is szinonimája az, hogy psychic. Tehát pszichológiai, pszichés, pszichikus, pszichikus energia, pszichikus erő. Úgyhogy a magyarban picit billeg, hogy az elmébe gondolkozunk, vagy a spirituális élményekbe.
Ezt így megmagyarázva gondolhatjátok, hogy itt a paranormális képességekről van szó, mint pszichikus jelenségekről, és ezt követve nyugodtan hívhatjuk így is. Na, mik ezek a képességek? Ezeket az ábrákat úgy fogom hívni mostantól, az Integrál Akadémiás Együtt Tanulás éve alatt, hogy a felhőcske ábrák. Mert felhőcskéket rajzoltam bele, hogy játékos legyen és könnyű a kvázi tanulás. A V7, amit itt látunk, az a természet misztika, és itt van a definíciója. Erre a definícióra emlékezzetek. Ezt nagyon jegyezzük meg. Minden jelenség, ami e világ és a spirituális világ határán van, a határon innen. Még egyszer mondom, és aztán értelmezzük, hogy mit is jelent ez a mondat. Minden olyan jelenség V7-es, pszichikus, ami az e világ és a spirituális világ határán van, a határon innen. Mit jelent az, hogy e világ, meg spirituális világ? E világnak az 5 érzékszervet és az elmét nevezi Wilber, meg én is. 5 érzékszerv ugye a látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, és keleten az elmét, tehát a gondolkozást, képzeleti képzelődést is érzékszervnek mondják, ezért keletiesen azt mondjuk, hogy a 6 érzékszerv. Nyugatiasan azt mondanánk, hogy az 5 érzékszerv és a gondolkodás. Az az e-világ, a spirituális világ, az pedig a láthatatlan, a normál tudatállapotban láthatatlan szubtilis világ. Például egy istenség, egy fényélmény, egy halálközeli élménybe látott fény vagy alagút, az a spirituális világ. E világ, az pedig ez a szoba, ami körülvesz engem, a hangok, amik jönnek a szobából, az épületből, a kertből, ugye ezek a szagok itt a szobában, ez a testérzés, ezek a személyes érzelmek, hogy gondolkodom a dolgokról, a gondolataim, ez mind ez a világ. Vagyis, hogyha ebben a világban vagyok, nem látok fényeket, lényeket, akárhova nézek, hogy mindig sehol egy túlvilági jelenés, semmi, ez a világ. De történnek olyan jelenségek, amik arra utalnak, hogy van valami láthatatlan valóság, akkor is, ha nem tapasztalom, de arra utaló jeleket kezdek észlelni, akkor vagyunk a V7-esben. És ez az intuíció által észlelhető. A szívemben érzem egyszer csak, vagy a testemben, hogy hú, ez nem véletlen, ami most történt. Ugye nem látom a sorsot irányító istenségeket sakkozni a sors fonalával, semmilyen spirituális látomás nincs, de van egy érzet, egy intuitív érzet, úgyhogy az összes V7-es jelenségnek az intuíció a kapu. Nagyon szubjektív, tehát itt aztán végképp ki lehet kapcsolni a egyetemi műszereket, ezt nem lehet mérni, viszont a szubjektív leírásokban jó nyomon lehet követni, hogy ha erről van szó, és földszerte korszakoktól és kultúráktól függetlenül számolnak be erről az emberek. Ez elég erős validálása, hogy ez nem csak egyének fantáziája. Nézzük meg vissza az ábrára a részleteket. Megmutatom, hogy ugye itt van, hogy intuitív gondolkodás. Ez az 5 felhőcske, ami egyébként 6, ez különféle jelenségcsoportokat mutat, tehát kategóriák. Kategorizáltam a V7-es élményeket. Itt vannak. Az egyik kategória a parapszichológiai jelenségek, a V7 csoportban, a másik a bioenergetikai jelenségek, ez mind V7. Az UFO az számomra is egy nagyon kérdéses és kérdőjeles téma, de ha valahova be kell sorolni, V7. A mágia gyakorlata V7, itt az asztrológia, valaki ma délelőtt kérdezte, remélem még itt vagy velünk, az erők intuitív olvasása szimbólumrendszerekkel V7, és a sorszerűség érzései, ez mind V7-es
élmények. Azt kérem tőletek, hogy ezt szóról szóra tanuljátok meg. Vizsgán kérdezni is fogom mostantól a harmadik végéig. Egyszerűen egy ponton meg kell tanulnunk ezeket az élményeket, és akkor eligazodunk egy életre magunknál és a klienseinknél. Na miért? Ezekre mind igaz az, hogy ebben a valóságban tapasztalsz valami paranormálist, anélkül, hogy közvetlenül látnál túlvilágot. Parapszichológiai jelenségek a telepátia, ugye gondolatok, érzések átvitele vagy átkerülése beléd, előre tudni, mi lesz, prekogníció, megérezni előre egy eseményt, ami bekövetkezik, ez a prekogníció, ráérezni vagy belső képben látni, hogy egy távoli helyen mi történik, tisztánlátás, clairvoyance, tudattal mozgatni tárgyakat, vagy befolyásolni a fizikai tárgyakat tudati erővel, pszichokinézis, elhagyni a testet, és ránézni kívülről a testünkre, testen kívüliség, és spontán gyógyulások, mint például rákból való hirtelen felgyógyulás, miután azt mondták, hogy egy hónap van hátra, ugye, vagy más spontán gyógyulások is V7, illetve a stigma jelenségek, bizonyos keresztény ugye, kontemplációs egyéneknél megjelennek mondjuk Krisztus sebei, misztikus módon, ez is V7. Egyik leghíresebb ilyen stigmákkal rendelkező kontempláló keresztény volt például Pio atya, aki ilyen V7-es jelenségeket is produkált. Úgyhogy a V7-nek az egyik csoportja ez a parapszichológiai jelenségek. Telepátia, prekogníció, tisztánlátás, pszichokinézis, testen kívüliség, spontán gyógyulások. Ezekre mindig az, hogy ebben a világban van a tudat, ezt a szobát hallja és látja, miközben intuícióval ráérzett valamire, ami a személyesen túli transpersonális. Szintén ehhez tartozik a bioenergetika világa. Ha valaki tudja látni az aurát, vagy tapintással tapintani az aurát, a csakrát, energiákat érzékelni, például ugye radiesztéziai pálcával kipálcázni a földsugárzásokat, vagy kipálcázni, hogy hol van az aura, vagy a csakra, azok a bioenergetikai témakörébe tartoznak. Ide tartozik a chi érzékelése, az ugyanaz, mint a prána, ugye kínaiul, és az a fajta harcművészet, amikor megtanul a harcművész, ugye ebből az erőből mozog, nem az izomerőből mozogni, hanem az univerzumot átható erőből mozogni, a chi-ből. Ez a chi vezette harcművészet. Ugye azt mondják, hogy a kung fu, meg az egyéb harcművészetek csúcsa az, amikor az erő mozgat téged, nem pedig pusztán izomból ütsz. És ez általában együtt jár az intuícióval, tehát az erő mindig sokkal nagyobb és bölcsebb, mint az egyéni elme és az egyéni ösztönök. Olyan műfajok, amik ezzel foglalkoznak, a kriya jóga a joga világában, a qigong, ugye, és a reiki a kínai energiagyógyászatban, a tumo a tibeti gyakorlatok között, és a pránanádi, ugye, ilyen Tibetből származó vonal Magyarországon elég elterjedt. Erről ugye most cikkeztünk egy kicsit. Úgyhogy gyakorlatilag egy néhány példa, de egyébként minden kultúrában az említetteken túl is foglalkoznak a bioenergetikával. Aztán, ami fontos még, a mágia, amikor eseményeket tudunk befolyásolni mentális koncentrációval, bizonyos szimbólumokra való ráfókuszálással. Manipulálás az nem rossz értelemben, hanem azt jelenti, hogy alakítani. Ez egy pszichológiai fogalom, a pszichológiában manipulálás az alakítást jelent. Tibeti mágia, afrikai vudu, indonéz mágia, sámánaktusok, ezek mind gyakorlatilag a mágikus tevékenység témaköre. A mágiáról még annyit szeretnék mondani, hogy
akkor véhetes, ha tényleg működik. Tehát ha valakinek ilyen extra tudati képessége van. Meg kell különböztetnünk a gyermekkori mágikus gondolkozástól. Emlékeztek erre a fogalomra? Ma tanultuk a V3-nál, és azt tanultuk, hogy a gyerekkori mágia az nem azt jelenti, hogy a gyerek spirituálisan tud mágiázni, hanem hogy azt hiszi, hogy minden miatt a történik, egocentrikus. Úgyhogy a mágiának egy része az egy prepersonális, gyermeteg dolog, nem működik, csak babonából csináljuk, oda tartoznak a babonák, kirakok valami védelmi jelet, mert félek. És vagy működik, vagy nem, sose ellenőrzöm, sose, ne is kérdezzétek, mert hiszek benne, az elég, ugye. De van, aki tényleg tud mágiát csinálni, tényleg rá tudhatni egy ülés után, és akkor viszont tényleg mágia, és akkor nem gyermeki mágia, hanem véhetes pszichikus képesség. Végül, nem végül, hanem utolsó előtt itt, az erők intuitív olvasása a szimbólumrendszerekkel, ez is egy V7-es jelenség és képesség, és gyakorlatilag minden kultúrában kialakultak olyan szimbólumrendszerek, amik le tudják olvasni a rejtett erőket. Ebből a legismertebb az asztrológia. A nyugati kultúrkörben, vagy a keleti kultúrkörben a Yi Ching. Illetve Magyarországon és nyugaton még ismert például a tárókártyavetés, vagy másfajta kártyák. Mi történik ilyenkor, tudatilag? Ezek a rendszerek úgy jöttek létre, hogy azon alapulnak, hogy rejtett erők vannak a mezőben, a térben, és azokat le lehet olvasni, intuitívan rá lehet érezni. Csak kell valamilyen szimbolikus nyelvrendszer, amivel le tudjuk olvasni a rejtett erőket. Van, aki a égi testekből olvassa le, van, aki hexagramokból, Yi Ching, van, aki szimbolikus kártyalapokból olvassa le. Amire ki akarok itt térni, és ez fontos üzenetem, hogy nem a csillagok hatnak rád, nem a bolygók. Az nem úgy van, hogy a Mars ott van az égen, és akkor így sugaraszt téged, és attól valamilyen leszel, hanem rejtett erők hatnak rád, és valahogy valaki egyszer kitalálta, rájött, hogy ezeket hogy lehet analógiásan leolvasni az égi testekből. Ugyanígy van a kártyákkal. Nem az a kártya hat rád, hanem úgy esnek a lapok, hogy aki tud belőlük olvasni, mert van intuitív pszichikus képessége, az ki tudja olvasni. Na most kétféle módon lehet asztrológiát csinálni, megtározni. Az egyik, ami nem véhetes, és a legtöbben ezt csinálják, megtanulod, hogy mit jelent egy bolygó, és ha az ott van, akkor visszamondod azt a szöveget. Ez a bolygó ezt jelenti, képletedben ott áll, tehát ez van. Vagy bemagolod, mit jelent egy konstelláció, ha az a konstelláció, akkor elmondod, hogy ez van. Ez V4. Ez szintiszta V4. Információ, bemagolás, visszamondás. Oké? Okay. Ez nem V7-es, ez nem, az asztrológia eredete nem ez. De lehet így is használni, sőt, így kell elkezdeni, minden beletanulásnál először meg kell tanulni az ABC-t, vissza kell mondani, hogy beléd menjen a szoftver, és utána elkezd majd élni az intuícióddal egy magasabb szintje. Ugyanilyen az asztrológiai programok, tehát én beüthetem a astro.com-ba a képletemet, és ki fogja adni a jellemzésemet, azt csinálja, hogy egy gép össze copy-paste-eli azokat a mondatokat, ami társítva van egy-egy csillagképhez. Ebben nincs mágia, ebben nincs V7, ez nem spirituális, ez szintiszta copy-paste gép beolvasás, ez V4. Onnan válik V7-té, hogyha egy asztrológus intuitíven ráérez, és elkezd kvázi autonóm módon V7-es pszichikus intuícióból olvasni, tudni
abból az ABC-ből, amit egykor megtanult. Tehát itt jön a válasz a délelőtti kérdés, hogy miért V7-es az asztrológia. Hát önismeretet is ad. Azért, mert az egésznek a lényege, ugye, amiről szól eredetileg, és ahova potenciálisan el lehet vele jutni, az az erőknek az intuitív, szimbolikus leolvasása a rejtett erőknek. És itt tudunk egy embernek tulajdonképpen válaszokat adni a kérdéseire, a mit mutatnak a csillagok, pontosabban mit mutatnak a rejtett erők a csillagok, mint szimbólumrendszer leolvasásánál. És ugyanez igaz a Yichingre, vagy a tárókártyákra. A tárót kivetem, és kiolvasom a könyvből, hogy mit kell mondani, V4, ott nincs intuíció. Ha viszont elkezdek intuícióból, pszichikus belelátásból, ugye ilyen extra sense képességgel tudni információkat megmondani ebből a nyelvezetből, akkor V7-es az asztrológia. És ilyen szempontból nem az a lényeg, hogy asztrológia vagy táró vagy Yiching, hanem az a lényeg, hogy az ember, aki csinálja, rendelkezik-e pszichikus képességgel. Mert ha rendelkezik, akkor a kávézacból is meg fogja neked mondani. Ezért vannak a cigányósok, akinek egy nagy része kókler, ez világos, de ott is mindig is voltak az intuitív gyógyító asszonyok, és hogy a sámánok néha a dobnak a bőr erezetéből olvasnak, a busmanok kis fadarabkákat dobnak a földre, a busman sámán, és abból Afrikába, abból olvassa ki, hogy mi van, vagy mi lesz a rejtett erőket. Tehát összefoglalóan az emberi tudat válhat pszichikus képességűvé, V7-essé, és akkor bármiből, ami számára a leolvasó rendszer, ki tudja olvasni a rejtett erőket, és úgymond jósolni tud, ezt hívják jóslásnak. Itt látjátok összefoglaló, ez a V7-es ábra. Ez a része az erők intuitív olvasása. És az utolsó jelenségcsoport itt a V7-en, amit talán a legtöbben tapasztalhatok, az a sorsszerűség érzésének a különféle élményei. Egy, szinkronicitás élmény. Kettő, nem véletlen véletlenek. Három, érezni, hogy mit akar a sors, hogy mi akar lenni, az áramlással haladni. Oké? A szinkronicitás élmény azt jelenti, hogy két esemény egyidejűleg történik, vagy időben egymáshoz közel, és intuitíven úgy érzed, hogy hú, ez nem véletlen, hogy megint szembe jött, olyan, mintha sors üzenne valamit. Ilyen lehet az, amikor rágondolsz egy ismerősödre, megcsörren a telefon egy perc múlva, és fölhív az ismerősöd. És oda kapsz a szívedhez, hogy úristen, asszus. Most tényleg véletlen? Egy V5-ös azt mondaná, véletlen, hidd már, véletlen. Véletlen az Isten neve, véletlen. Nem véletlen, és te ezt intuitívan jól érzed. Bízhatsz a megérzésedben. Nem véletlen. Van egy rejtett sors, egy rejtett világ, amit nem látunk, ezért V7, itt vagyunk e valóságban, de érezzük a hatását, az intuíciónát. És ahogy mondtam a nap elején, a szívtér, a szívközpont az intuíciónak a szerve. És ott szoktunk érezni egy ilyen jelentőségérzést, egy szeretetet, egy örömet, amikor szinkronicitás, egy izgalmat történik. Olyan is szokott lenni, nem tudom, veletek volt, hogy gondolkozom, megyek a kocsimmal, kinézek a fejemből, és egy óriás plakátra oda van írva, amit én gondoltam. És kiráz a hideg. Hogy az Istenbe? Ezt nem tudja megmenni senki, de egyszer átéltem. Ugye, vagy nem tudom, gondolkozom, és akkor szembe jön máshonnan az a mondat, vagy az az üzenet. És olyan, mintha a sors jó értelemben játszana velünk, adna a jeleket, aláhúzna filztollal bizonyos dolgokat, hogy na erre figyelj, na erre menj. A sors üzenetei, ugye a hétköznapokban. És ide tartoznak a nem véletlen véletlenek, ugye, hogy eldöntöttem, hogy kell nekem valami, nem kezdtem el szervezni
de pont szembe jön valaki, aki pont azt csinálja. Ugye, és pont fölkínálja, hogy csináljuk együtt. És ott is azt érzed, hogy öröm, megérintettség, vagy kis izgalom, vagy meghőkölés, tehát ez a jelentőségteljes érzés a szívbe, ez nem lehet véletlen. Honnan tudjuk, hogy ez csak fantázia, vagy tényleg a sors üzent? Szerintem onnan, hogyha érzed ezt a megérintettséget, ezt az izgalmat, ezt az örömöt, akkor ez a jele, hogy ez valóság. Ha nem érzel semmit, csak agyalsz, találkoztam ezzel a fiúval. A sors küldte, vagy nem a sors küldte? Nem tudom, basszus, de szeretném, hogy a sors küldje, mert már régóta magányos vagyok. Mondjuk azt, hogy a sors küldte, mert olvastam az ezok könyvben, hogy a sors küldi, de nem tudom pont, akkor nem a sors küldte. Vagy lehet, hogy ő küldte, de ha ő is küldte, nem tudsz róla, mert zárva vagy. Oké? Okay? Tehát általában a V7-es élményt kíséri a bizonyosságérzés, és ilyenkor van az, hogy próbálják lebeszélni a V5-ös rokonok, meg a V4, meg a Biblia azt mondta, hogy nem, meg mit tudom én. Elcsendesedsz, magadba folytod, de titkon belül tudod, hogy ez igaz. És max magadba hordozod titkon belül. De te tudod, mert egyszer meg vagy érintve. Úgyhogy általában a V7-nél külön gondolkozás nélkül a közvetlen bizonyosság élmény verifikálja saját magad előtt, hogy ez az. És ugye, ha az ember ezt éli, átéli, és egyre gyakrabban éli, akkor egyre kíváncsiabbak leszünk, hogy mi lenne, ha az életet nem stratégia szerint élném, meg karrierív szerint, hanem intuitíven, a jelek szerint, a belső megérzések, a sugallatok, a jelek, a szinkronicitások, kövezzék ezek az utamat. És olyan döntéseket hozunk, hogy terveztem menni balra, de fölbukkant egy üzenet, kanyarodok jobbra, elengedem a stratégiát, amit kitaláltam. Erősebb a V7-es élmény. Úgyhogy akik a V7-es lelki részük megnyílik, ugye azoknak egy teljesen új élet bontakozik ki, ugye, egy következő tudatszint, vagy tudatállapotra alapozott élet. És ez egy megint csak egy nagy átállási időszak. Főleg egy racionális embernek olyan élményei jönnek, akkor ez is lehet évek, mire elhisszük, megszokjuk, megtaláljuk azt a kört, ahol ezt elfogadják, és az integrálkal az ilyen. Tehát az integrál pszichológia és az integrál közösség az, ahol éppen annyira dolgozhatunk a piros pszichodinamikán, vagy a V2-es töltésen, mint a V6-os szívnyitáson, vagy a V7-es spirituális élmények integrációján. És ez csodálatos. Tehát, hogy számomra ez egy akkora megérkezés az integrálba, hogy itt bárki lehetsz, minden részletet behozhatod, nem fognak hülyének nézni. Van egy rendszer, amiben megértést találsz, és ha ezt megtanulod, mint intás hallgató, akkor te is így lehetsz az emberekkel. Nem csak szívből, jó indulatból, hanem tudásból, értésből, eligazodottságból. És az embereknek óriási szükségük van erre. Volt olyan kliensem, aki azzal kezdte, hogy zokogott, és sírva fakadt, és egy fél ülést végig zokogott. Mondom, miért zokogsz? Azt mondja, mert te vagy az első ember, aki elhiszi ezeket nekem, és megérti. És az az ember kijött az évtizedes magányából, mert nem volt egy darab ember se, aki elfogadta és megértette a spirituális élményeit. Tehát önmagában csak az, hogyha elfogadjuk, megtartjuk, mert belülről mi magunk is elfogadjuk, netán éljük ezeket az élményeket, az ugye felszabadító, katartikus lehet egy kereső ember számára. Így van, tehát látom a csetet, hogy olyan segítőkről is hallottatok, írjátok a csetben, aki nem tudott ezzel mit kezdeni. Ez bizony így van, nem mindenki tud ezzel mit kezdeni. Nyilván ezzel azt tud inkább mit kezdeni, akinek van ilyen élménye.
Tehát valahogy a belső útján megszülettek ezek a V7-es dolgok is. Vagy legalább néhány, mert nincs valakinek mindegyik, hanem kinek ez, kinek az. Az Integrál Akadémián annyit tudunk tenni, meg az Integrál Pszichológiában, hogy ezeket megtanítjuk. Tudsz róla legalább tájékozódásszerűen, orientált vagy. Azt nem tudjuk előírni, hogy legyen évvégéig 5 szinkronicitási élményed és 3 telepátiád, ugye ezt nem lehet. Ezt vizsgán se kérjük, hogy mutasd be 2 telepátiát. Csak azt kérjük, hogy tudj róla, meg értsd meg, hogy hol a helye, ugye, és miért itt van a helye a V7-esen. És innét fogva, ha kifejlődik az utadon a saját élmény emögé, annál erősebb leszel, ugye a transpersonális szintekben is, mint integrálos. De ha nincs elég saját élményed, akkor legalább tudsz róla, elfogadó vagy. Az is nagy különbség, mintha olyan lelki segítő vagy, vagy pszichológus, aki nem tud róla, vagy tud róla, de az egészet elmebajnak tartja. Mert a régi módi pszichológiák ezt mentális zavarnak vélik. És azt mondják, hogy pszichotikus vagy. Fényeket látsz, gondolatot olvasol, ember, pszichotikus vagy. Tehát, ha már ezt levesszük, és azt mondjuk, hogy nem vagy pszichotikus, V7-es vagy, akkor az már egy nagy lépés. És ha mögé saját élményből tudjuk támogatni az illetőt, akkor az ugye a még mélyebb és még kerekebb lépés. Lépjünk tovább, jön a V8-as szint, megint egy definíció, és aztán jelenségek. A V8-as szint az istenség misztika, deity mysticism angolul. Ugye az Wilberi neve az, hogy szubtilis, tehát ez a szubtilis szint. Ez a szó azt jelenti, hogy kifinomult, tehát azokra a kifinomult élményekre vonatkozik, amelyek finomabbak, mint a hologram. Ugye sokkal finomabb egy hologram, mint mondjuk egy fénnyel vetített mozikép. Valahogy kifinomultabb anyagból vannak, mint az evilági látható, hallható dolgok. Ezért nem látjuk őket. A láthatatlan világ körülvesz minket, csak nem látjuk, mert az érzékszerveket leköti a fizikai ugye, valóság, meg az elmét a gondolatok. Úgyhogy amikor olyan állapotba kerülünk, ahol kiszabadulunk az elméből és az érzékszervekből, akkor látunk, hallunk, tapasztalunk érzékszerveken túli dolgokat, az odaátot, ugye, úgy is tett mondani, hogy más világ, vagy alternatív dimenziók, az érzékszerveken túli spirituális valóságot közvetlenül észleljük. Van egy jó hírem a számotokra, az egész osztály, mind a 73-an, akin itt ültök, át fogtok menni ezen az élményen. Legkésőbb a halálotokkor. Ez a kicsit rosszabb hír, bár egy spirituális ember ne keseredjen, hanem készüljön rá. Tehát a halálkor ide lépünk át, ezt mutatják a halál közeli élmények, hogy egyszerűen megnyílik a láthatatlan világ, és látni kezdünk. De rögtön exitálunk is, kiszállunk a testünkből, bye-bye e-világ, és elmentünk a létező másik világba, amit ugye túlvilágnak hívnak hagyományosan. Elmondok egy esetpéldát. Egyik ismerősöm, név nélkül, felismerhetőség nélkül, külföldi srác, most körülbelül 26-28 éves, hintázott 21 éves korába. Egy fáról lelógott egy hosszú hinta, nevezzük Tomnak, nem így hívják, de ugye fedő név, esetismertetés. Tom hintázik 21 évesen, egy fáról lelógó fa hintán, ugye az nagyon hosszú a kötél, és nagyon magasra lehet rugaszkodni. Addig hintázott, amíg elérte a viszintest, tök jó, tök magas, de el is repült a hintáról. Leesett a hintáról néhány méter magasságban, és elkezdett zuhanni. Tom. Gondoljátok, hogy mondjuk egy 5 méterről mennyi idő leérni a földre. Valószínűleg 1 másodperc, vagy 0,6 másodperc,
nagyon rövid, már lenni is van. A következő volt a szubjektív élmény. Elengedett a hinta, elkezdtem esni, kirepültem a testemből. Fölemelkedtem, egyre följebb emelkedtem. Egyszer csak a földről kiemelkedtem, láttam a földet, kirepültem a világűrbe, és ahogy odaértem, fényszálak nyíltak meg, és egyszer csak átalakult az egész űr, a tér, olyanná, mint egy fényszálakból szőtt mező. És elkezdtem azon menni, és elkezdtek fénylények megjelenni. És ezek a fénylények köszöntöttek, az egész nagyon ismerős volt, mintha már jártam volna itt, és eltöltöttem ott egy időszakot, nem is tudom megmondani mennyi időt, ez is tipikus, mert nincs idő egyébként. Tanítottak is, bizonyos tanításokat átadtak. És mikor az úgy vége volt a tanításnak, meg az ottlétnek, elkezdtem repülni vissza, önkéntelenül zsugorodni, belehuppantam a testembe, és tovább leestem, és ahogy leértem, fölpattant a testem, két lábra estem, és semmi bajom nem lett. Ez volt Tom beszámolója. Na ez egy szintiszta halálközeli élmény beszámoló, ugye? Ezt 2 éve mesélte, tehát abszolút mostani történet, néhány éve történt vele, és így néz ki egy halálközeli élmény, hogy egyszer csak kinyílik a tudati látás, nem a szem, hanem a tudatlát, a belső 6. csakra, a 3. szem, azt szokták mondani, ott székel ez a tudatnak ez a látó része. Kész. Lények, fények, klasszik. Egy másik halálközeli élmény leírás, ugye, ez könyve is megírta, az Erika, nem tudom a nevét, tehát ő mondható, mert neve van, könyve van, erről szól a ugye, munkássága. Ő pedig túl adagolta magát fogyasztószerekből Amerikában, tehát le akart fogyni, és túl adagolta, és meghalt. És a klinikai halál állapotában több percig volt, amíg jött a mentő, elvitt, és stb. És az alatt megnyílt egy alagút, végigment rajta, fehér fényt látott, és megjelent az Isten. Általában nem úgy látják, mint szakállas embert, az nem is hallotta még ilyen halálközeli leírást, hanem vagy a jelenlétét érzik, vagy valaki a vállamra teszi a kezét, akitől én vagyok. Így szokták elmesélni. És tudják, hogy az a teremtő. És akkor Erika is kapott tanításokat, leperegtek az élete képei oda át, neki 2-szer peregtek le. 1-szer úgy pergett le, hogy azt látta, amit normál fejjel látna, majd úgy pergett le másodszor, ugyanaz az egész élet, hogy a lelkiismereti szemével, a szívéből nézte végig. És egész más látott. Azt látta ki, hogy kit bántott meg, és hol tett jót, akár egy kis gesztussal. Ez a szívnek a szeme. A fejnek a szeme pedig az, az elme, hogy mi az érdekem, mi a jó nekem, mi a stratégiám. Sikerült, nem sikerült a buli. A szív pedig tök mindegy, amikor azt a gesztust tettem az utcán, és szépen ránéztem arra az emberre, az milyen jól esett neki, és ez sokkal jelentősebb élmény, és erre kaptam a jó pontot a mennybe, úgymond, mint az, hogy fölépítettem egy birodalmat. Úgyhogy gyakorlatilag ezek az szívből jövő etikai ember, ugye azt szokták mondani, hogy a belső etikával nézzük végig, a saját tiszta lelkiismeretünk etikai szemével nézzük végig az életet. Ezt mondják tradicionálisan úgy, hogy a utolsó ítélet, meg végítélet. Itt nem más ítél, hanem mi magunk, a belső tiszta lelkünk kell nézzük végig, és vonunk egyenleget és tanulságokat az életünkből. És van egy harmadik is, a Laci nevű halálközeli átélő, aki egy filmrendező, és jövőre levetítjük a vele készült interjút. Nem jut eszembe most a kereszt neve, a vezeték neve. Jövőre megnézzük, ő is hivatalos interjú van vele, film készült belőle, tehát dokumentumfilm, és vállalja a nevét, és mesélhető, és mutatható.
Számomra az övé az egyik legeslegszebb és legmeghatóbb halálközeli élmény leírás, de ezt mesélj el másodikba ő, YouTube-on át nektek, úgyhogy ezt meghagyom addigra. Minden esetre, amire ki akarok lukadni, hogy a V8-as élményeknél mindig arról van szó, hogy az odaállt világát közvetlenül megtapasztaljuk az érzékszerveken túli láthatatlan spirituális valóságot. Nem itt vagyunk a szobában, nem csak intuíció van és ráérzés, hanem saját élmény. Ide tartoznak a szubtilis fényélmények, vagy hangélmények, tehát a fehér fény, isteni fehér fénnyel találkozás, mennyei hangoknak és zenéknek a hallása, ugye spirituális hanghallások. Ismerjük a kereszténységből ezt, mint a szférák zenéje, a hindu irodalomban ugyanez a gandharvák zenéje, az om hang hallása meditációkban azt imitálja, amikor omozunk, ugye durva szinten omozunk, szubtilis szinten megéljük az univerzum hangját. Külön jóga foglalkozik a hang jogával, a náda jóga, ami szintén az szubtilis hanghallásig vezet el, a Kuan Yin módszer, egyes szufi meditációk, tehát kultúrszerte a meditatív misztikában megvan az, ahol a hangra vagy a fényre meditálva lehet átélni ezeket a isteni dimenziókat. Dobronai, valaki beírt, a Dobronai Lászlónak hívják, aki lesz jövőre a halál közeli. Szellemlényekkel való találkozás. Ugye Mária jelenés, Krisztussal találkozott, nem csak mondja, látta, átélte. Mint Pál, ugye a damaszkuszi úton, a Pál forduláskor. Az is egy V8-as élmény, hogyha ugye integrál szemmel nézünk rá, és ha igaz, hogy tényleg volt egy Pál, és tényleg ezt átélte, de ami ott le van írva, azok az élmények igazak, és a mai korszakban is élnek át emberek Krisztussal találkozást, Krisnával találkozást, Máriával találkozást, vagy néha nem mindig ennyire standard formák jelennek meg, hanem különféle amorf istenségek, archetipikus ősformák, állatszellemek a sámánoknak. Úgyhogy bármelyik kultúrából bárki azt mondja, hogy valamilyen spirituális lényel találkozott, látta, beszélt hozzá, átélte, az egy V8-as élmény. És a harmadik nagy csoport, a szellemi médiumitás, szellemi látás médiumitás, tehát itt van az előző életek, vagy más dimenziók, mint Tom, ugye, amit átélt, halálközeli élmények. És ide tartozik a tudatos álom, erről harmadikba fogok nektek tanítani a módosult tudatállapotok órán, ott az álmokat fogjuk végelemezni, hogy milyen fajta álmok vannak, és onnan lehet tudni, hogy melyikbe vagy. Most csak annyit, hogy a tudatos álom, és a bardó, ugye a halál után, ahova kerülünk, a lét köz, két élet között, ez mind ide tartozik, V8-as tartomány. Ennek a mélye a fényélmény, az Istennel való találkozás, mint forma. Tehát a fény az egy forma, a hang az egy forma. Ugye ha valaki a vállamra teszi a kezét, mint Isten, az egy formává alakult megjelenés. Emögött a Wilberi 9-es szint, a kauzális, a formátlan misztika. Formátlan misztika. Ugyanis arról számolnak be a meditáció legmélyebb állapotaiban, minden kultúrában a buddhisták, hinduk, keresztény misztikusok, szúfik, ez verifikálja, hogy ez egy létező emberi élmény, közös az élménybeszámoló, és annak idején nem volt internet, mégis leírják a középkori textekben, hogy egy idő után minden forma elmúlik. A fény elmúlik, az istenek elmúlnak, gondolatok, képek sincsenek, test sincs, testélmény sincs, teljes csend van, se elmebeli mozgás nincs, se szubtilis spirituális jelenség nincs, hanem önmagában megpihen, megmarad, és
magára ébred az a tudat, aki mindezt végig tapasztalta. Ez a tapasztaló tudat, aki minden élményt átél, és amit a létrán piros pöttyel jelzünk, az Alex Gray meg szemmel, vagy dupla dolgyéval, ugye ez a végső állapotunk, a végső szellemünk, az örök természetünk, az igaz természetünk. A krisnások úgy hívják, hogy a legfelsőbb személyiség. Ramana Maharishi azt mondja, hogy az önvalónk. A buddhizmus pedig úgy hívja, hogy nirvána élmény. Egyes hagyományok tudatállapotként mondják, nirvána állapot, mások mitikusan, megszemélyesítve, Atman Brahman, vagy Atya, Isten, ez az Isten tudat. Az Isten tudat létezik, van, nem hogy létezik, van, most is abban ülünk, csak nem vesszük észre, elhomályosultunk. De nem baj, elég, ha hallunk róla, meditálunk, bízunk az előttünk járunkba az úton, és minden ember számára elérhető, megtapasztalható ez a felébredés. És ezt nevezik ugye megvilágosodásnak. Hát igazából a klasszikus meditációs kultúrákban nem azt nevezik megvilágosodásnak, mikor fényt láttunk, hanem azt, amikor felébredünk a legvégső igaz természetünkre, amely az Isten tudat. És természetesen az már nem Gánti Bence tudata, vagy Kálmán tudata. Bence és Kálmán is ezek a személyes én. Ez teljesen szerte foszlik a megvilágosodás élményben. És ami marad, az az a tiszta tudat, ami örökre ott volt. És ahogy Wilber írja, idézve a keleti tanokat, sosem keletkezett, sosem múlik el. The unborn, a meg nem született. Kívül esik életen és halálon, kívül esik az élet-halál körforgásán. Minden mögött van, mindennek az alapja. És az ős eredete, ezért is kauzális, ugye, mert az ős oka mindennek. Nézzük meg, hogy mi látható ezen az összefoglaló ábrán. Erre ugye fölírtam, hogy a különféle kultúrák hogy nevezik ezt az élményt. Nirvána, a buddhista üresség is erről szól, mert nincs benne forma, hanem a tiszta tudat önmagában van. Tibeti buddhizmus a tudat nyílt, tiszta tere. Hinduizmus Atman, Ramana önvaló, Advaita Vedanta, Jung Selbst, ugye, és a törzsi kultúrák, indiánok, the great spirit, a nagy szellem. És ez a végső identitásunk, ez a végső ki vagyok én, de a válasz, tehát addig megy ez a önkeresés, amíg egyszer csak át nem éljük ezt az élményt. És a buddhizmusban ezt hívjuk nirvána élménynek. A kereszténységben pedig Isten Atya. Unió misztika, egyesülés, misztikus egyesülés az Atyával. Amikor ebben az állapotban vagyunk, akkor, ahogy a Szívszutra írja, nincs fül, nincs szem, nincs száj, nincs orr, nincs test, nincs gondolatok, így végsorolja, hogy mi nincs, csak a tudat önmagába ragyog. Egy olyan állapot, amire egyik szó sem igaz. Ha azt mondjuk, hogy üresség, akkor a hallgatóság háromnegyede, leginkább a női tagok megijednek. Üres. Nem akarok üreset, én telit akarok. Tele legyen, finom élményekkel, kellemes legyen. A másik szó ugyanerre, hogy teljesség. Teljesen ki van töltve a végső állapot önmagával, annál teljesebb teljesség élmény nincs. Viszont ha azt mondjuk, hogy teljes, akkor az emberek megkérdezik, mivel van tele? Na, akkor festmények vannak benne, meg színek? Nem, azoktól üres, minden formától üres. Az ember feje nem tudja, hova tegye a fejét, hogy üres, tele van, tele. Ezért bizonyos tradíciók betiltják a róla való beszélést. Például a zsidók. Isten nevét ki nem mond. Nagyon-nagyon bölcs. Nem mond ki. Majd
a rabbi, ha a kabalát gyakorolsz, lehet, hogy segít oda jutni, de titkos, a muszlimok, ugye, Istent ne ábrázolt. Geometriai formákkal mutatják, hogy van egy isteni rend, ugye ott mindig az van a mecsetekben, hogy geometriai, de nincs oltár, nincs szakállas bácsi, nincs keresztbe lábú Buddha. Mert el akarják kerülni, hogy bármilyen képet alkoss az isteni tudatról, és ezáltal lekorlátozt, hogy ilyen a formája, várod, hogy jöjjön már az a forma, nézed, látom már a bácsit, látom már a Buddhát, keresed a fejedbe, az élményeidbe, nincs formája. És egyetlen jelző sem igaz, minden jelzőnk poláris, teljes, üres, jó, rossz, kellemes, kellemetlen. Ezeken mind túl van. Úgyhogy egy dolgot lehet csinálni a felébredés élménnyel, hallgatni, mit mesél róla a Bence, hogy írják le a hagyományok, tájékozódni, ezt megtanulni, amennyire tudjuk, és aztán, ha eljön a te időd, akkor meg fogod tapasztalni ezt is. Ebben az életben, következő életben, valamikor. Azt gondolják azok, akik ezt átélték, hogy minden egyéni lélek errefele halad, az életein át. Ezt magyaráztam tegnap a evolúciónál, emlékeztek a Russell ábrára, az, hogy az ürességbe haladunk, az egységbe, ami ugyanaz. Tehát, hogy ha misztikusokra hallgatunk, vagy a megvilágosodottakra, akkor azt mondják, hogy minden ember útja arra fele vezet. És nem kell parázni, tart, ameddig tart. Ha most te a V5-öt akarod kiélvezni, és sokkal fontosabb a karrier, mint a meditáció, nem baj, akkor most azt kell megélned. Ha havonta egyszer tudsz leülni 3 percre, aztán elszaladsz a idegességedbe a párnáról, akkor 3 perc most a te utad. Tehát se az Isten nem sürget, mert az nem más, mint a te önvalód. Nincs is idő az elmén kívül. Úgyhogy teljes szabadság van, teljes örök időben vagyunk, időtlenségben vagyunk, játszik, megy az élet színpada, és azon ezek az evolúciós szintek, amiken végigmegyünk, amit a Wilber is leír. Úgyhogy a meditáció egyébként minél inkább megvalósul, hogyha erre lakszálsz, kinyugodsz, az maga a meditáció. Tehát fordítva megy az út, a kepesztés helyett kilazulás, belazulás, megtanulni ülni, és az ülésbe egyre inkább kilazulni, felébredni, befele figyelni, és az szépen végig vezet az ösvényen. Na hát akkor Wilberi 9-es, megvilágosodtunk. Miért van ott egy 10-es szint is? Hülyeskedtek? Van még valami élmény ezen túl? Nincs más élmény. A végső megvilágosodás után nincs még egy függöny, ami mögött még van valami, az a finish. Azonban van egy érdekes dolog, amikor az ember először átéli a megvilágosodást, akkor sokan úgy élik át, hogy teljesen megfeledkeznek a világról, azokra a másodpercekre, vagy percekre, amíg fönnáll az élmény. Ezért azt mondják, hogy nirvána ez az élmény, és mikor visszatér a figyelem a testbe, a gondolatokba, a szobába, ebbe az érzékszerű világba, erre azt mondják, hogy ez a szamszára. Ez itt a létforgattag, a durva világ. Tehát vagy itt vagyok a durva hétköznapi világba, a szamszárában, vagy sikeres meditáció esetén átkerülök a nirvánába, az isteni tudatba. És ez a kettő egy dualitás. Vagy itt, vagy ott. Szamszára, nirvána. Ugye, és visszatér az ember, és újra igyekszik, hogy kilazuljon és átélje. Van olyan élmény, amikor mind a nirvánát, mind a világban való létet, az isteni tudatot és itt a formákban levő létet egyszerre lehet megélni. És erre mondják, hogy non-duális élmény, non-duális, mert megszűnt ez a vagy itt, vagy ott dualitás, egyszerre látom, hallom a szobát, és az erdőt, és a szomszédokat, és hirtelen átélem, hogy minden üres, és mindenen át az isteni tudat ragyog. És eltűnök, mint személyes én. És én magam vagyok az Isten és Isten tudat, anélkül, hogy lennék személyes ebbe az élménybe,
és Isten szemein át tekintek, és a fa is Isten, és a fal is, és minden gyakorlatilag. Úgyhogy ha valaki ilyet mesél, akkor vagy pszichotikus, vagy megvilágosodott non-duális, és néhány tesztkérdéssel elég hamar meg tudom állapítani, meg megtudjuk az integra alapján, hogy melyik. De hogy ez lenne a non-duális felébredés, Camusben sokat ír róla, és gyönyörű, poétikus mondatokat alkot, hát nagyon szép olvasni. Könyveiben előbb-utóbb mindig kifakad, és van egy-egy oldal a non-duális élményről, majd kifakad a non-duális költő éneke, és ez ismert a Dzogchen hagyományból, a Tibetből, ugye a buddhizmusban is benne van, a szufizmusban is, a keresztény misztikában is, tehát meg a hinduizmus jogájában is megvan. Ez a fokozata. Úgyhogy ezért van az, hogy 10 szintre osztjuk a létrát, és gyakorlatilag a 10-es a non-duális, a üresség és forma egysége, a nirvána és szamszára elválaszthatatlan egysége, amit úgy fejez ki a szívszutra a buddhizmusban, hogy a forma üresség az üresség forma. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. A mantra, ami ehhez a mondathoz tartozik a szívszutrában, és ez a mélységes élmény és állapot és tanítás tartozik a non-duális misztikához. Na kérem szépen, most értünk a végére, vagy az elejére, vagy a közepére a Wilberi szinteknek, és talán most már érzitek, hogy milyen iszonyatos spektrumot fed le, milyen szépséges és méltóságos ugye mindezt összefoglalni egy rendszerbe, és úgy élni, hogy egybe ez tudható, elfogadható, és egymásban is ugye ez szerethető, támogatható. Nézzünk rá tehát a Wilberi létrára, a mi kis jó kis létremodellünkre, mennyi minden van ebbe, és hogy mentünk ma át reggel óta a prepersonális szakaszokon, a personális szakaszokon, és a transpersonális szakaszokon. Ezen a ponton beállt a csend. Jól tette. Hiszen a csendben tudjuk ezt emészteni, magunkkal vinni, és mivel nem csak a csend állt be, hanem az 5 óra is elmúlt, ezért le kell kerekítenem a mai előadást és együttlétet. És még nagyon sok mindent tanulunk majd a szintekről, például azt, hogy mindig ennyire lépcsőzetes, vagy lehet a spirituális élményeket átélni korábbi szinteken, lehet. Nagyon fontos. Nem csak V6 után jöhet V7, V8, hanem V1 és 6 között bármelyikből be tudunk lépni a 7-től 10-be. Ez egy következő ábra lesz, a Wilbernkos Matrix, amit legközelebb mutatok, de azzal válik majd teljesen az integrál ismeret. Plusz megnézzük majd körkörösen is ezt, az is más infót fog adni, beszélni fogunk a meditáció és terápia összefüggéseiről, hogy kell őket kombinálni. Előttünk áll még 2 év. Úgyhogy harmadikban, mire végeztek, remélem végigcsináljátok, nagyon javaslom, hogy tartsatok ki. Ez életszemléletté válik, és amilyen természetesen meséltem ma én, olyan természetesen fogod tudni ezeket te is, meg a hozzátartozó infókat.